mi vagyunk a KGV, a kis zsidófalviben. Ez 1993-ban indult a Magyar Televízió egyes csatornáján a Kisváros című filmsorozat, ami 8 éven keresztül forgott, 2001-ben ért véget, ez alatt 200 részt epizód készült el, és annak idején Attila barátommal mi kaptuk meg ennek a sorozatnak a zenéje elkészítését, ami nagyon nagy élmény volt számunkra. Több alkalommal is szerepeltünk a sorozatban, önmagunkat játszottuk, mindenféle balhékat csináltunk. Gyere! Minek jövünk ide? Ha a Jeep nincs itt, akkor a Mónika sincs itt. Én tavaly ősszel, tavaly októberben elindítottam a KGB Kisváros Klubot itt az Őrmezei Közösségi Házban. Havi rendszerességgel működik minden hónap utolsó péntekén, jelen esetben május 27-én pénteken este. Egy nagyon megközelíthető helyen, konkrétan a 4-es metró végállomásánál ingyenes parkolóval, és eljött az idő, hogy végre a KGB újra együtt lesz a színpadon, és ez számomra egy nagyon nagy öröm. A legnagyobb. Én? A legnagyobb, úgyhogy ismételten. De annyit tudni kell azért, ezt mondtam is az Zolinak, hogy ezt ne hagyjuk ki, hogy mit éppen 50 éves baráti és zenei kapcsolat fűz egymáshoz minket, és hála Istennek azért nekünk azért vannak nagyon komoly közös munkáink, mai napig is, ugye itt volt a KGB, akkor csináltunk egy Fáraó nevezetű zenekart, és 43 éve kártyázunk. Ami már Guinness rekordnak számít, mert mi vagyunk az egyetlen zenekar a Kártágóval, akik ugyanaz az öt ember ugyanabban a felállásban zenél együtt. Annak idején rengeteg zenét kellett készíteni, nagyon sokféle hangulat aláfestő zenét kellett készíteni. Nagyon jó kis kihívás volt számunkra, nagyon szerettük, és két kisváros lemez CD meg is jelent ez ügyben, és utána pedig 97-ben megjelent a saját önálló lemezem Lábnyomok a parton címmel, úgyhogy nagyon-nagyon sok dal van. A bőség zavarával küzdködünk, hogy így mondjam, úgyhogy a most 27-én a legjobb dalokból lesz egy válogatás. Szeretem a világ jó. Az Attila barátommal nagyon sok olyan dalt is írtunk, amit egyébként közösen is énekelünk például. Vannak jópofa zenék, kanti zenék is vannak, mert a sorozathoz, a különböző történetekhez ez is illő műfaj volt például. Mindenféle műfaj van. Az epizódokhoz kellett kapcsolódva. Gyönyörű szép lassú zenék, szerelmes zenék, de krimi zenét is kellett készíteni, üldözéses jelenetekhez kellett zenét csinálni, a mozgásokhoz kellett, amikor utaztak valahova. Aki szereti a kisvárost és szereti a zenéjét, azt szeretettel várjuk.